Razzia a határon. Nagyszabású ügyészségi akciót hajtottak ma végre a Záhonyi határátkelő helyen. Erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. Szolgáltató közigazgatás. Az állampolgárok interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatással, azaz videókapcsolat segítségével is intézhetik majd ügyeiket. Öveges laboratórium. 330 millió forint Európai Uniós támogatásból fejlesztették a természettudományos oktatást az Ibrányi Móri Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában. Nagyszabású ügyészségi akciót hajtottak ma végre a Záhonyi határátkelő helyen. Erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az M1 úgy tudja, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indítottak eljárást 20 ember ellen. Őket a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség és a Megyei Rendőrfőkapitányság épületében állították elő. Részleteket egyelőre nem közölt a főügyészség. A központi nyomozó főügyészség a mai napon több helyszínen folytatott széleskörű eljárási cselekményeket, viszont ezek részleteiről még nem kívánunk nyilatkozni, majd csak holnap. Mint ismert, legutóbb július végén történt hasonló razzia a Záhonyban, akkor vesztegetés miatt. A központi nyomozó főügyészség a NAV 18 pénzügyőrét és 3 civilt gyanúsított meg az ukrán határ menti cigaretta csempészet támogatásával. Közülük akkor a bíróság 9 pénzügyőrt és 2 civilt előzetes letartóztatásba helyezett, 8 navos munkatárs, valamint 1 civil esetében pedig házi őrizetet rendelt el. A mai történésekről természetesen holnap bővebb tájékoztatást adunk, miután a főügyészség közli az eset részleteit. Országszerte több mint 10 milliárd forintos informatikai fejlesztés is segíti a szolgáltató közigazgatás megteremtését. A két uniós projekten belüli jelentős fejlesztésről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója szólt a megyeházán. Bogáti János kiemelte, több új alkalmazás segíti majd a közigazgatásban dolgozó ügyintézőket, az állampolgárok pedig egyszerűbben az úgynevezett interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatással, azaz videókapcsolat segítségével is intézhetik majd ügyeiket. A gyors és egyszerű ügyintézés biztosítása a célja a kormánynak, ennek érdekében év végéig országosan mintegy 250 helyszínen létesül kormányablak, a járás és megyeszékhelyeken, a jelentősebb településeken, egyes vasútállomásokon és néhány bevásárlóközpontban is, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Bogáti János hangsúlyozta, a térségünk élen jár a kormányablakok kialakításában, hiszen eddig már 12-t átadtak, ezen a héten pedig további 3 felavatása várható. A főigazgató kiemelte, év végéig már összesen 21 Szabolcs-Szatmár-Beregi kormányablakba térhetnek majd be az állampolgárok. Több új alkalmazás is áll majd rendelkezésre. A legújabb fejlesztés az egy interaktív kommunikációt tesz majd lehetővé az ügyfél és az ügyintéző között. Egy ilyen videócsat jellegű alkalmazást kell elképzelni, tehát valahol valaki otthonról szeretné a közigazgatási ügyét intézni, és ezt nem csak kitölthető útmutatókból meg űrlapokból teheti majd meg, hanem élő segítséget kaphat videóformájában. Az informatikai fejlesztés 2 uniós, összesen több mint 10 milliárd forint értékű projekt keretében valósult meg az országban. A járási hivatalok elavult informatikai eszközeinek cseréje, szerverek telepítése, egységes informatikai rendszer bevezetése, a videókapcsolatos ügyintézési szolgáltatás bevezetése, többek között ezek történtek térségünkben is. Szabolcs megyébe gyakorlatilag a járáshivatalok működéséhez 1100 darab számítógép, pontosan ehhez kapcsolódóan nagyméretű 27-szoros monitoroknak a beszerzése, a kormányablak ügyintézők részére headset, webkamera biztosítása, az interaktív kapcsolat, az ügyfelekkel történő interaktív kapcsolat megteremtéséhez. Az egész működés informatikai háttere viszont egy központi címtárra alapulva, egy egységes directory címtárat létrehozva teremti meg az alapot az összes felhasználók a kormányhivatali rendszerben, az autentikáció, tehát a felhasználói belépések biztonságos megvalósításához.
A két uniós projekttel kapcsolatosan konferenciát is tartottak a megyeházán, ott elhangzott, egyszerűsödik a rendszer, csökken a bürokrácia, hiszen például 25 korábban engedélyhez kötött tevékenységet már bejelentés alapján lehet folytatni a jövőben, 120 ügytípusban több mint 200 határidő csökken, és lesznek olyan ügyek, amelyek intézése olcsóbbá vagy akár ingyenessé válik. 330 millió forint Európai Uniós támogatásból fejlesztették a természettudományos oktatást az Ibrányi Móri Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában. Ennek részeként új európai szintű laboratóriumot alakítottak ki az intézményben, ahol 200 diák élhet majd az új terem nyújtotta lehetőségekkel. Ebben az új laboratóriumban tanulhatnak ezentúl biológiát, földrajzot, fizikát és kémiát az ibrányi diákok. A 36 férőhelyes helyiségben egy zajgátló fal segítségével párhuzamosan két csoport órája is megtartható. Az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a tananyagot ne csak elméletben, a gyakorlatban is elsajátítsák a tanulók. A projekt meglehetősen komplex. Több mint 330 millió forintból valósult meg, ebből maga a laboratórium közel 80 millió forint. 2014. október 10-én nyitottuk meg ezt a projektet, és szinte napra pontosan egy év alatt valósult meg egyrészt az építkezés, másrészt a különböző eszközök, anyagok, vegyszerek beszerzése, harmadrészt pedig a tanulói munkafüzetek, szaktárgyi, szaktanári segédletek elkészítése, negyedrészt pedig, és ennek nagyon örülök, a járás általános iskoláinak 7-es, 8-os diákjai rendszeresen járnak hozzánk természetismereti órákra, illetve kémia, biológia, földrajz és fizika órákra. A projekt záró rendezvényén a Nyíregyházi Állatpark igazgatója ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, a természettudományos ismeretek elsajátításánál fontos a szemléltetés, erre törekedtek az állatpark kialakításánál is. Az élő bemutatás mindenképpen a javára szolgálhat a jövő nemzedékének. Ezért a Nyíregyházi Állatparkot úgy építettük fel, hogy ne csak a szórakozást, a fajmegmentést célozza, vagy a zoológiai szakmai munkát, hanem bizony oktasson, neveljen. Akár csak azáltal, hogy bejönnek az emberek és végigjárják a parkot, mert bizony nagyon részletes tájékoztató táblákat helyeztünk el minden állat kifutójánál több nyelven. Több nyelven zajlik az oktatás, ha csak azt elolvassa valaki, már nagyon sokat tanul. Az Ibrányi Laboratóriumban a diákokat jól felkészült szaktanárok oktatják, jelenleg 200 diák jár az iskolába. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindössze 3 ehhez hasonló felszereltségű laboratórium áll a tanulók rendelkezésére. 12 fiatal részvételével Nyíregyházán is megalakult az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség helyi alapszervezete. Az erről tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a szervezet célja, hogy a megyeszékhelyen is mozgósítsák a fiatalokat a politikai közéletben való szereplésre, illetve továbbítsák a kormányzat azon üzenetét, miszerint a jelenlegi magyar kormány egy olyan országot szeretne építeni, ahol minden fiatal biztonságot és lehetőségeket rejtő otthonra lelhet. Az érdekképviselet emellett egyéb akciókat is szervez. Bejelentettük az X netet nekünk programjának keretében, hogy felkérjük az önkormányzatot, a Nyíregyházi önkormányzatot arra, hogy a Kossuth téren, ami Nyíregyháza egy fontos találkozási pontja, mondhatni a főtere, legyen wifi hálózat, legyen nyílt internet hálózat, a fiataloknak is egy találkozási pont, itt tudnak találkozni, és így hozzáférhetnek majd az internethez is. Azonnali jelentős béremelést követel az MSZP, mondta Nyíregyházi sajtótájékoztatóján Katona Tamás pártigazgató. A politikus szerint a közszférában dolgozók bérét 50%-kal meg kell emelni, de nőnie kell a minimálbérnek és a garantált bérminimumnak is. A pártigazgató úgy véli, ehhez olyan adó- és járulékszabályozásra van szükség, amely a munkáltatóknak nem okoz többletterhet. 500 000 ember dolgozik külföldön, e fölött még 80 ezeren naponta ingáznak külföldi városokba és településekre. Ez a folyamat csak akkor állítható meg, hogyha tisztességes bért adnak Magyarországon is a munkavállalóknak. Nettó 100 000 forintos minimálbért tartunk elfogadhatónak, legalább 100 000 forintot és 125 000 forintos nettó garantált bérminimumot, tehát azoknak, akiknek szakmunkás képzettségük van.
Halálos motorbaleset történt vasárnap délben Nyíregyházán. A 4-es számú főúton egy balra kanyarodó személygépkocsi vezetője későn vette észre a szabályosan közlekedő motorost, és már nem tudta elkerülni az ütközést. A motorost súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították el a mentők, azonban a 38 éves férfin már nem tudtak segíteni, a kórházba szállítást követően életét vesztette. A rendőrség műszaki igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Halálra gázolt egy férfit ma hajnalban egy Záhony felé tartó tehervonat a Kemecsei vasútállomás közelében. A kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Feltehetően öngyilkosság történt, a rendőrség vizsgálja az esetet. Szakértők szerint 1660 körül rejtették el azokat az éremkincseket, amelyek idén-nyáron kerültek elő Porcsalmán. A becsületes megtalálóknak miniszteri elismerést adott át a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A kárpátaljai rászorulók megsegítését célzó háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója, a Beregszászi Lions Klub és a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselőivel az idei hagyományos nyíregyházi bálon. Döntetlent játszott a Kisvárda Master Gouda labdarúgó NB2 tizedik fordulójában. Sós Imre együttese a Dunaújvárost fogadta, és az esőzés miatt futballra gyakorlatilag alkalmatlan pályán 2-2-re végzett ellenfelével. Szakértők szerint 1660 körül rejtették el azokat az éremkincseket, amelyek idén-nyáron kerültek elő Porcsalmán. A lelet főleg lengyel garasokból és osztrák-magyar krajcárosokból áll. A porcsalmai éremkincsek megtalálóinak és bejelentőinek miniszteri elismerést adott át a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Több mint 1000 darab ezüst pénzérméből álló lelet került elő Porcsalmán idén nyáron. A történelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű érmeket közfoglalkoztatottak találták meg munkájuk közben. A mindennapi munkára jelentkeztünk, és ki kellett menni tovább a tékőrakást, a biciklipályát rakni lefelé, és ahogy ástuk a szegélykőnek a helyét, az egyik munkatársam kifordított az ásóval valami zöld, ilyen apró kis pénzeket, vagy érmék, mert még elég azt hittük meg, hogy sörös kupak, meg az egyik munkatársamat is, hogy kitemette ezt a sok sörös kupakot el, és hogy nézegettük, vettük észre, hogy ez nem sörös kupak, hanem ez valami furcsa pénzérmék. A lelettel kapcsolatosan Nyíregyháza alpolgármestere történészként is szólt. Úrich Attila kiemelte, vélhetően egy lengyel kereskedő rejtette el a török hadjárat elől az érmeket az 1660-as években, ám azokat már nem áshatta ki a földből. A porcsalmai éremkincsek megtalálóinak és bejelentőinek miniszteri elismerést adott át a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Puskás Imre hangsúlyozta, az oklevél és a hozzájáró pénzjutalom azt fejezi ki, hogy a jogkövető magatartást elismeri az állam. Amit a föld rejt, az az állam tulajdona. Ez a régészeti lelettel is így van. Tehát alapvetően az egy természetes dolog, vagy elvárható dolog, a törvény is ezt írja elő, hogyha valaki talál egy régészeti leletet, azt a tulajdonosának, vagyis az államnak oda kell adnia. De ez nem teljesen általános. Sokan tudunk olyan történeteket, ami az ellenkezőjéről szól. Arról szól, hogy emberek találnak ilyen régészeti leleteket, ha úgy tetszik, akkor találnak kincseket, és ezeket nem hogy beszolgáltatnák, hanem értékesítik. Hogyha aki ebben jártas, az az internet világában számos ilyen példát talál. A lelet főleg lengyel 6 és 18 garasokból, ezen kívül osztrák-magyar krajcárosokból áll, a közel 6 millió forintot érő érmek a Józsa András Múzeum gyűjteményébe kerültek, a porcsalmai kincsekként is emlegetett leletet ott állítják majd ki. A kárpátaljai rászorulók megsegítését célzó háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója, a Beregszászi Lions Klub és a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselőivel az idei hagyományos nyíregyházi bálon. A szervezet a jótékonysági bál bevételét a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztályának ajánlotta fel.
A hagyományoknak megfelelően a láng meggyújtásával és a szervezet himnuszával kezdődött az első nyíregyházi Lions Club szokásos éves jótékonysági bálja. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is támogatta a szervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, hiszen ingyenesen használhatták a megyeháza dísztermét. Azt szoktuk kérni a Lions Clubtól, illetve hát ez a megállapodásunk, hogy a jótékony célra ajánlják fel a báli bevételt mindig egy-egy megyei intézménynek. Most éppen a Nyíregyházi József András Kórház gyermekosztálya javára ajánlották fel a bál tiszta bevételét. Ez egy olyan nemes cél, és olyan közösségi program, számos más kezdeményezése mellett a Lions Clubnak, amivel azt gondolom, hogy ezzel tudjuk őket támogatni. Az idei rendezvényen a jótékony adománygyűjtés mellett egy háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója, a Beregszászi Lions Klub elnökével és a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokával. A Kárpátalján kialakult helyzet miatt segítségre van szüksége az ott élő embereknek, és Magyarországon a Magyar Lions Klubok összefogást hirdettek, hogy segítsenek mind száraz élemmel, mind ruhával, mind egyéb pénzbeli támogatásban az ott élők megsegítésére. Ez a mostani megállapodásnak az a célja, hogy megfelelő helyre jussanak el az adományok, és mi megpróbálunk mindent annak érdekében, hogy a 45 klub Magyarországon segítsen, és megfelelően hatékonyan tudjunk a megfelelő helyre odaadni az adományainkat. A hazai Lions Klubok és a Kárpátaljai Református Egyház már 2 éve működik együtt. A Lions Klub nagyon testvérek segítségével nagyon sok kárpátai testvéreinket tudtunk segíteni. Viszont ez most már, hogy aláírtuk a szerződést, hivatalosabb lesz és fontosabb lesz, és így azokat az adományokat, amit kimondottan kapunk a Lions Klub testvéreinktől, azokat tovább tudjuk továbbítani, és kimondottan azok a személyek, akik megkapják, az átvitel elismerén fogják látni, hogy kinek az adománya ez. És ez számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon örülök neki, hogy ezt alá tudtuk írni, és hisz a kárpátai magyar testvérink csak így tudnak megmaradni. A testvér összefogással összefogunk itt magyarországi anyaországban. Az első nyíregyházi Lions Club az idei évben is támogatja a Vöröskereszt anyaotthonát, a megyei kórházat és a Riedensz iskolát, de szerveznek tehetség- és egészségnapot is. Döntetlent játszott a Kisvárda Master Guda labdarúgó NB2 tizedik fordulójában. Sós Imre együttese a Dunaújvárost fogadta, és az esőzés miatt futballra gyakorlatilag alkalmatlan pályán 2-2-re végzett ellenfelével. A várdaiak legközelebb a sereghajtó Vác otthonában vendégszerepelnek. Hol csendesebben, hol erősebben szakadó eső, és ehhez illően mély talaj fogadta a csapatokat, és ez a tény teljesen meg is határozta a mérkőzés képét. A vendégek a 10. percben szerezték meg a vezetést, amikor Kornyutyák rossz labdérintését követően Melzer ugrott ki, és gurított a várdai kapuba. Az egyenlítésre a 28. percig kellett várni, Lázár jobboldali beadását Izin kapásból vágta Szűcs kapujának bal felső sarkába. 2 perccel később ismét a dunaújvárosiaknál volt az előny, a lesrejátszó védők között magasföldjével a túlcsában megálló labdát Ivancsics kapujába. Újabb 2 perc múlva Koszta fejesét követően Szűcs védett bravúrosan, így a szünetre vendégelőnnyel vonulhattak le a csapatok. A második félidőben a hazaiak mindent megpróbáltak a tovább nehezedő körülmények között, és a 86. percben sikerkoronázta az erőfeszítéseket, Kulcsár jobboldali beadását Koszta juttatta fejjel a dunaújvárosi kapuba, megmentve ezzel 1 pontot csapatának. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben jobban játszott a csapat, mint a második fél időben. Az első fél időben egyértelműen miénk volt a mérkőzés mindenféle tekintetben. Sajnos 2 olyan óriási egyéni hibát követtünk el, amelyből gólt tudtunk kapni, amit nagyon nehéz még egyáltalán elkerülni is. Örültünk annak, hogy a csapatnak sikerült akkor ott egyenlíteni. Tényleg nagyon gyorsan jött a második találat, de hát... Mindenféleképpen ki akartunk egyenlíteni, vagy meg akartuk fordítani ezt a mérkőzést. A vendégek edzője elégedett volt az 1 ponttal, csak a hajrában bekapott gól miatt volt némileg csalódott. Előre odaadják az 1 pontot, azt hiszem, hogy itt elfogadtuk volna. A mérkőzés összképe alapján megint azt lehet mondani, hogy igazságos eredmény született. Hát ez fáj egy kicsit, hogy nem bírtuk ki már azt a 4-5 percet, ami hátra volt a mérkőzésből, de én úgy érzem, hogy a hazai csapat maximálisan rászolgált arra, hogy kiegyenlítsen.
A forduló további eredményei: Sziget-Szent Miklós Siófok 3-3, Gyirmód Balmazújváros 1-0, Csákvár Zalaegerszeg 3-2, Szeged Vác 1-1, Soroksár Mezőkövesd 1-3, Szolnok Sopron 1-3 és Ajka Budaörs 1-0. A tabella élén a 23 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 20 pontos Mezőkövesdet és a 19 pontos Zalaegerszeget. A 15 pontos Kisvárda Mastergut a 6. helyen áll volt azig a következő fordulóban a Sereghajtó Vác otthonába. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nagyszabású ügyészségi akciót hajtottak ma végre az Záhonyi határátkelő helyen, erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. Az M1 úgy tudja, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indítottak eljárást 20 ember ellen. Őket a Nyíregyházi nyomozó ügyészség és a megyei rendőrfőkapitányság épületében állították elő. Részleteket holnapra ígért a főügyészség. Országszerte több mint 10 milliárd forintos informatikai fejlesztés valósult meg a szolgáltató közigazgatás megteremtéséért. Több új alkalmazás segíti majd a közigazgatásban dolgozó ügyintézőket, az állampolgárok pedig egyszerűbben az úgynevezett interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatással, azaz videókapcsolattal is intézhetik majd ügyeiket. 330 millió forint Európai Uniós támogatásból fejlesztették a természettudományos oktatást az Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában. Ennek részeként új európai szintű laboratóriumot alakítottak ki az intézményben, ahol 200 diák élhet majd az új terem nyújtotta lehetőségekkel. A Kölcsöni Televízió híradóját látták hétfőn, a legfrissebbekkel kedden este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap még borongós, esős időre van kilátás. Keddestig a fölénk helyeződött ciklon kimélyül és csak lassan halad kelet felé, ezért holnap borult, csapadékos, szeles, az ilyenkor szokásosnál hűvösebb idő várható. Éjjel is borult lesz az ég, eső, zápor is valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is erősen felhős marad az ég, további esőzésekre kell számítani. Az északnyugati szél megélénkül, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül. Szerdára elhagyja térségünket az esős időjárást okozó hideg légörvény, és a következő napokban döntően anticiklon alakítja majd az időjárást. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de főleg az éjszakai, reggeli órákban ködfoltokra is számítani kell. A továbbiakban csapadék nem valószínű, hajnalonként hideg lesz, néhol talajmenti fagy is lehet, de kissé erősödik a nappali felmelegedés.